Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter családjával érkezett szavazni, mindannyian leadták szavazatukat. Itt érdeklődött, hogy hogy állunk. Elégedett a részvétellel? Hát egy jelentős részvétel van, magasabb, mint az országos átlag, másfélszerese itt a körzetben. Ez egy kertes házas igazi Kun városi körzet, itt mindig magas a részvétel, magas az érdeklődés a még oly, hogy is mondjam, vitatható témák iránt is, mint a EU parlamenti választás. Hogyan látja, vannak fiatalok, vannak idősebbek, tehát mennyire tartják fontosnak az emberek, hogy eljöjjenek és egyértelműen eldöntsék, hogy kire szavazzanak, vagy bizonytalanok? Magas fokú kötelességtudat jellemzi az itt élő embereket, ezért mennek el. Szerintem a balliberális felfogás az olyan mértékig lejáratta az EU-t, hogy csoda, hogy ennyien elmennek szavazni. És mit vár? A Fidesz-KDNP meghatározó győzelmét. Köszönjük szépen. Köszönöm. Korodi Sándornét kérdezem, miért tartotta fontosnak, hogy eljöjjön szavazni? Hogy a számunk, hogy előnyösebb, hogy mondjam, könnyebb legyen az élet, a háztartás, a megélhetés szempontjából, hogy más legyen, mint eddig volt. Figyelemmel kíséri az európai parlamenti választásokat és a támogatásokat is? Nagyjából, hát annyira nem, mert kint is van dolog, bent is van dolog, úgyhogy mikor szabad időm van, akkor kezdem, hogy mondjam, oda nézek, hogy hát mi történik. Hát annyira nem, csak hát ilyenkor mi csak eljövünk, mert csak fontosra tartjuk, hogy hát jövőnk jobb legyen, unokánk szempontjából. Ennyi. Köszönjük szépen! Molnár Sándornét kérdezzük, miért tartotta fontosnak, hogy eljöjjön szavazni? Azért, hogy a megfelelő ember kerüljön a megfelelő helyre, hogy képviselje hazánkat. És mennyire követi nyomon a brüsszeli dolgokat, tehát a támogatásokat? Hát, amit a tévéből, amit az újságból, televízióból, és így egymást köz, amit hallok. És hogyan látja, itt a térségünkben sok pénz érkezett, amiből lehetett beruházásokat megvalósítani? Szerintem igen. Igen. És akkor bízik ebben, hogy ez még több lehet? Igen. Hogy fiatal gazdák, gazdálkodók, gazdálkodjanak. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Szendre Imre az előbb szavazott. Miért tartotta fontosnak, hogy eljöjjön? Hát azért én mindig el szoktam menni a szavazásra. Jövök a kertből hazafele, és erre jöttem, leszavazok. És akkor a környezetében is így vannak ezzel, vagy megbeszélték, hogy jönnek ők is, vagy csak ön? Hát én egyedülálló vagyok. Én úgy tartom, hogy eljövök mindig. És mit remél, hogy a következő években több támogatást kaphatunk, hogyha jól képviselik az érdekeinket? Hát nem tudom. Okos senki nem lehet, hogy így lesz, úgy lesz. Részt vettem rajta is. Majd látjuk, hogy mi lesz. Vagy jobb lesz, vagy rosszabb. De akkor bízik abban, hogy több támogatás jöhet az országnak? Hát reménykedünk. Reménykedünk benne. Jó, köszönjük szépen. Érem szépen. Botos Imrét kérdezem, miért tartotta fontosnak, hogy eljöjjön szavazni? Hát én hogy miért tartottam fontosnak? Hát hogy szeretnénk, hogyha olyan helyzetbe kerülnénk, hogy mindenütt, vagy tudnának bennünket képviselni, és olyan emberek kerülnének oda, akik oda valók volnának. Tehát itt a gazdálkodókra gondol, meg különböző települések fejlesztéséről is, ebben bízik, igen, hogy így sikeresebb lesz? Igen, mert én magam is gazdálkodó vagyok, ugye aztán ebből a szempontból ugye főleg az a dolog érint jobban, hogy hát ugye ezt a képviseljék, akik ugye vagyunk mi is, úgyhogy ennyit szerettem volna mondani. Tehát gazdálkodóként akkor úgy érzem a szavaiból, hogy már az elmúlt években is több ilyen lehetőséget kapott EU-s pénzek meg különböző pályázatok lehetőségével. Igen, EU-s pénzből ugye a támogatás szempontjából ugye éveken keresztül ugye megkaptuk így a támogatást, amit igényeltünk is, vagy igényeltem is én magam, úgyhogy hát ugye ez segített rajtunk, ugye, hogy tovább tudjunk fejlődni, fejleszteni a saját dolgainkat, aztán többet tudjunk adni mi is a közös fele. Köszönjük szépen!
nagyon szépen köszönöm. Ács Gábort kérdezem, miért tartotta fontosnak, hogy eljöjjön most szavazni? Valójában azért tartom fontosnak ezt a dolgot, mert valójában ezek az emberek, akik most mennek a, vagy akik felkerülnek esetlegesen az európai parlamentbe, hogy ugye segítsék a magyarokat valójában, és hogy minél könnyebb legyen a magyaroknak a helyzetük. Mert ugye, ahogy széjjel nézünk itt, legalábbis Karcag városban, ugye elég sok mindent fel tudtak mutatni az emberek, hogy igenis munkahelyet teremtettek, itt vannak a nagy csomó feldolgozó üzemek, itt vannak a vasútállomás valójában, itt van a Madarasi útnak az újjáépítése, meg úgy, illetve a gazdáknak a segítsége, ugye, amit többen, tehát az NFA-s földekről beszélnék én itt, hogy ugye elég jól döntöttek a parlamenti képviselők, hogy az NFA-s földeket valójában több embernek osszák szél, és nem egy embernek a tulajdonában áll. Bízik akkor abban, hogy a következő években még több fejlesztés jön majd esetleg Karcagra, vagy a térségre? Én nagyon bízok benne, mert nagyon nagy szüksége van a magyar embereknek erre. Én mindenkit azzal biztatnék, hogyha tudnék, meg hogyha, vagy hogy meg tudok is, azzal biztatnám, hogy minél jobban tudjuk magunkat fejleszteni, illetve támogatni. Köszönjük szépen! Én is köszönöm!